testünk alapvetően 36-37 fokos hőmérsékleten üzemel a legjobban, 35 foknál már kezdetét veszi a kihűlés folyamata. A szervezet működése lépésről lépésre áll le, lassul a bérkeringés, a vérnyomás csökkenésével a légzés is ritkul, felületessé válik, szívritmus zavar lép fel, majd az eszméletvesztéssel járó, tetszhalálszerű állapot áll elő. Nagyjából 20 fokos testhőmérséklet esetén a keringési rendszer bénulása következtében beáll a halál. Főleg az idős, maga tehetetlen személyeket veszélyezteti, illetve a különféle szer, főleg alkohol is nyugtató, kábítószer hatása alatt álló személyeket fenyegeti a legjobban. De a félreértések elkerülése véget el kell oszlatni azt a feltételezést, hogy ez csak a közterületen érőket jelenti, mert sajnos fűtetlen lakásban, ilyen időjárási körülmények között az idős, maga tehetetlen személyek ugyanúgy a kihűlés áldozatául várhatnak. Úgyhogy ez megint egy közös felelősségünk, hogyha tudunk ilyen személyről, aki egyedül él, és olyan körülmények között él, hogy a fűtése nem megoldott, azt mindenképpen valamilyen módon orvosolni kell, oda segítséget kell hívni. Illetve a másik nagyon fontos dolog, hogyha kint az utcán, közterületen, földön fekvő, bódult állapotban lévő szemét látunk ilyen időszakban, azt semmiképpen ne hagyjuk magára, ne menjünk el mellette, hívjunk hozzá segítséget, mert nagyon rövid idő alatt a kihűlés áldozatául lehet esni. Minden évben találkoznak ilyen esettel a mentők. Az Országos Mentőszolgálat régió vezetője azt mondta, az itt a személyek kihűlése ma már nem olyan gyakori, mint pár évvel ezelőtt, a társadalmi felelősségvállalás sokat javult, viszont több az olyan eset, amikor a lakásban hűlnek ki az emberek, pedig ez megelőzhető lenne. Attól függően, hogy akár szerhatás alatt alkohol, vagy nyugtató, vagy kábítószer hatása alatt áll a személy, ugye gyakorlatilag ez egy ilyen lassú belealvásos történetként képzelhető el. Az elején ugye didergéssel, izomregedéssel próbálja a testhőmérsékletét fenntartani, majd ahogy a védekező reflexei gyakorlatilag kiesnek, egy mély álomszerű állapotba merül, és egy szépen lassan következik be a szív- és keringés megállása, légzés megállása szinkron, tehát ez nem általában egy pillanatnyi esemény, ez az, hogy valaki eljusson odáig, hogy keringés megállásig torkoljon például egy kihűléses esemény, azért az egy meghatározott időt igényel, attól függően, hogy milyennek a környezeti hőmérsékletek, ezek persze rövidebb időt is maga jelenthetnek. Fontos tisztázni, hogy az alkohol nem segíti a kihűlés elleni küzdelmet, sőt, tovább rontja a túlélés esélyeit. Orvosi kutatások szerint a kihűléses esetek körülbelül 30%-ában szerepet játszik az alkohol. A leghatékonyabb fegyver a mozgás, ezzel ugyanis a test hőmérsékletét jelentősen meg lehet emelni.